A Volja Sporttánc Akadémián 5 órán keresztül táncoltak az ungváriak és a városba érkező menekültek, valamint pénzt gyűjtöttek a katonáknak. A latin és hip-hop tánc jótékonysági mesterkurzusokat a kijevi sztártáncosok Dmitro Pozovnyi és Dmitro Zsuk, a televíziós táncos show műsorok győztesei vezették. Azért jöttünk ide Dmitroval, hogy pénzt gyűjtsünk a hadseregünk számára, azért, hogy segítsünk, ahogyan tudunk. Mi a tánchoz értünk, ezt jól műveljük, ezért azzal támogatjuk Ukrajnát, amihez értünk. A mesterkurzusra csak nem 50 táncolni vágyó és a hadsereget támogató fiatal gyűlt össze, kezdők és profi sportolók egyaránt. A legfiatalabb résztvevő 9 éves. A belső menekültek is itt voltak. Nikol elmondta, hogy Harkivból a háború elől menekülve olyan várost választott, ahol jól fejlett a sporttánc szakág. Sokáig utaztunk, közben gondolkoztunk, hol állapodjunk meg, ahol táncolhatnék és továbbfejlődhetnék, jó formában tarthatnám magam, hisz ez az idő múlásával gyorsan elveszhet. Viktória és Vitali, az ungvári felnőtt táncos pár is fejleszteni szeretné szakmai színvonalát. Időt nem sajnálva, formában szeretnénk tartani magunkat. Célunk új tudást szerezni, új iskolákkal, irányzatokkal megismerkedni, új mozdulatokat, kifejezési formákat elsajátítani és beépíteni a saját táncainkba. Márta korábban már táncolt, de megváltoztatta a hivatását. Tudomást szerezve a mesterkurzusról rögtön jelentkezett. Ez jó buli. Egy rövid időre eltereli a figyelmet a hírekről, arról, ami történik. Olena viszont sosem táncolt, bár mindig erről álmodott. Fő célom az, hogy segítsek a hadseregünknek. Azt láttam, hogy ez jótékonysági akció, emellett nagyon régóta szerettem volna táncolni, különösképpen ilyen tehetséges tanároktól tanulni. Volodymyr Latov támogatta ezt a kezdeményezést Ungváron, többek között a sporttánc népszerűsítése érdekében a régióban. Szeretek emberekkel dolgozni, az egyes lépéseket próbálva maguk sem várják azt, hogy sikerül. De élvezettel teszik, mosolyogva táncolnak, jókedvűek, és ez engem is örömmel tölt el. Nehéz időkben a tánc jó terápia, segít elterelni a figyelmet és feltöltődni, állítják a mesterkurzusok szervezői. Örülök annak, hogy az emberek ilyen jól reagálnak a jelenlegi helyzetben, amiből időnként ki kell lépni, fel kell töltődni, át kell kapcsolni egyéb dolgokra. A tánc fizikai terhelés, élvezet, esztétikum. A sztárkoreográfusok azt tervezik, hogy ellátogatnak Nyugat-Ukrajna más városaiba is.